Galandáné asszonyom. A palóc nép babonás, szereti a misztériumokat, hisz az ördögben és rémlátomásokban. Egy sötét holló röbdös fölötte a végzet. Szárnya suhogását találgatja. Titkos, homályos köd körül, s hova el nem lát a szem, benépesíti a helyeket árnyakkal, borzalmas, csodálatos dolgokkal. Fantasztikus népmesék elhullatott morzsáit összegyúrja, s azok hitté keményednek lelkében. Én magam is dajka mesékkel szittam be a babonát, s hiszek benne. A tapasztalatok világossága csak megszürkítette a fekete háttért, de nem oszlatta el, mert emlékszem, még sohasem megy ki a fejemből a szegény pajus. A kocsisunk volt, s apám egyszer valami apró védség miatt bezáratta 24 órára. Egy sötét kamra volt a börtöne, hol nyugodtan töltötte az éjt. viselt ember nem is velti sokba az ilyesmit. Reggel jelenlétemben vitt neki ételt a szolgáló. Vég volt és fütyörészet, midőn az ajtót ismét rázártuk. Alig múlt el azonban egy óra, amint az udvaron játszogattunk, mi gyerekek, egyszerre kétségbe esett fájdalmas kiáltásokat hallottunk a kamrából, mintha egy bölömbika bődült volna el. – Pajus! Pajus! – kiáltám az ajtót megzörgetve. – Mi baja van? Szóljon, Kent! Semmi sem válaszolt. Benéztem a kulcsukon. Metsző szélvágott a szemem közé, s gőz tódult kifelé, odabent pedig dobogott a padló, mintha két ember viaskodnék egymással, egy-egy tompa hörgés, egy-egy elhaló szusszanás vegyült olykor a zsivajba. Ösztönszerű félelem fogott el, apámért futottam, elmondtam neki, hogy a pajussal történik valami. Bolond vagy, fiam, nincs annak semmi baja. Benneteket ijeszget a vén imposztor s hogy ezt mindjárt be is bizonyítsa, felnyitá a kamrajtót, s visszaadta a pajus szabadságát. Az halásápattan erőtlenül támolygott ki, mintha kilenc esztendeig szagolta volna a börtönpenész virágát. Késő, Hörgi, már késő van. Mi van későn, te medve, te? Már aláírtam a kontraktust az ördögnek, Lihegé és a fogai vacogtak. Bolondokat beszélkent, pajus! szóltam én közbe. Már hogy írta volna Kendalá, mikor írni sem tud? Kezem keresztvonását adtam a véremmel, mondák keserűen, s felgyűrve durva ingeujját, egy kis léket mutatott a bal karján, melyen akkor is domborodott egy sötét piros vércsöpp. Innen budjantotta a vért a sátán. Aztán mit írtál alá? kérdi apám nevetve. Eladtam magamat egy rámás csizmáért, meg egy piros sejem viganóért, amit a galandáné számára hoz az ördög a putnoki vásáról. Csak egyetlen esztendőt engedett. Mélyen emlékembe vésődött a jelenet, melyre vissza nem tértünk többé, mert mindenki elfelejtette a háznál, Csupán én vigyáztam az öreg pajust, ki napról napra komolyabb lett, vasárnaponként pontosan eljárt a templomba, s napközben is sokszor láttam valamely asztag mögé volulva, levet kalappal imádkozni. Szegény pajus, hiába volt az imádság, nem lett semmi foganatja. Esztendő fordulóján egy viharos reggel, mikor fölébredtünk, ott himbálta a szél a kamra ajtón, mert ott akasztotta föl magát a felső pántra. Nagy bagaria bőr csizmáinak izmos két sarka össze-össze ütődött, mintha a bokázót csinálná a szegény pajus. Most aztán egyszerre mindenki visszaemlékezett az ördöggel kötött kontraktusra, amit oly becsület tudóan beváltott. Visszaidézték minden szavát, amit akkor mondott, különösen a galandánéra való megjegyzését. Ez a galandáné már rég boszorkány hírében állt bodokon, a község teheneit őrontotta meg, ha nem tejeltek. Ha pedig súlyos beteg lett valaki, az is bizonyosan a galandáné bűbájos főztét lépte keresztül. Ha a tisztelendő úrnak gyomorgörcse támadt és nem tarthatta meg az ünnepi prédikációt, vagy a határt a jég elverte, azt is mind a galandáné okozta. Ez a galandáné mosott a szegény pajusra. Ez a szó mosott, nem jelent talán a szalonokban semmit, de a köznépnél az egy viszony. Aki az aglegényre mos, az annak az aglegénynek mindene, az a kísérő árnyéka, megbecsüli, ha él, megsiratja, ha meghal. Egy házasság az, melyet nem az eskü, hanem egy csomó gúnya köt össze. A szegény pajust is galandáné kísérte ki a temető árokba. Ez úgy ősz elején volt, Kemény, makacs tél következett. Fehér lepedővel volt a föld borítva, mint a poéták szokták mondani. A sűvítő szélben a fák zugzmarás gajai ropogtak, zörögtek, mint a csontok. Aki valamikor bodokon járt, annak bizonyosan feltűnt az a kis fehér ház, mely közvetlenül a temető mellett épült, s melynek összes ablakai a temetőre néznek. Anyám építette azt oda. Valakie volt ott, akihez közel szeretett lenni mindig. Itt laktunk, ebben a házban, ahol oly szomorú, olyan kísérteties volt minden. Hát még egy-egy lucanap, mely úgyis a boszorkányok napja. Elevenen emlékszem egy ilyenre, arra, mely pajus temetése után következett. A juhászbolytárok hozzáfogtak a ruca székek faragásához, a kocsisok kereszteket pingáltak foghagymával az istáló ajtókra. A gonosz boszorkányok hatása ellen mi, gyerekek, pedig remegve néztük, hogyan esteledik, mint veszik át az ét hatalmukba tüzes seprű szörnyetegei. Félelmem azonban egészen eloszlott, midőn este vendégünk érkezett, apám nővére a kisleányával. Felbátorított az a tudat, hogy a szomszéd szobában is aludni fog valaki. Most már a boszorkányok csak azon keresztül jöhetnek be. Ebben a hídben aludtam el édesdeden, tovább szőve álmomban édesanyám meséit. Szüleim semmitől sem féltek, és én akkor úgy csodálkoztam ezen. Ők észre sem látszottak venni lucanapját, legalább említésbe sem jött. Éjjel táján azonban egyszerre förrázott minnyájunkat a Mari néni sikoltása a szomszédszobából. Oda rohantunk, hogy tán a kis leánykának lett valami baja. Mari néni szétbontott hajjal ott feküdt reszketve, félájultan összerogyva a szoba közepén, s csupán szaggatott szavakkal bírta felhívni figyelmünket a kívül történőre. Valóban pokoli zűrzavar hangzott kívülről, kutyavonítás, embersikoly, jajveszékelés, s mennydörgésszerű roppanások. Kitekintettünk az ablakon. A hold kísértetiesen világította meg a temetőt. A hóval borított sírdombok, mint legelésző bárányok fehérettek, csak kriptánk magas oszlopa piroslott. Távolabb a temető legszélén, ahol a pajus sírja volt, egy csoda szép leány állt, lebontott fekete hajjal, csillogó fényes szemekkel, s egy csomó óriási szelindek tépte Marta. Márvány homloka, melyen valami démoni sötétség ült, sebből vérzett karjairól az ing letépve egészen, s délceg testéről is cafrangokban lógott a ruha a piros vér vékony vízsugár alakjában bugyogott föl melléből. A vért picin tenyereivel fogta föl, s a pokolbeli szelindekeknek szemközt fecskendezte, amitől azok üvöltve, fájdalmasan vonítva ugrottak szét, hogy csak hamar új düvel ismét visszaforduljanak. S mintha ez alatt sírok nyílnának a temetőben, kutya, kutya után támadta fehér rögökből. Először csak fekete apró pontok voltak, villámgyorsan növekedők, még nem idegreszkedtető csaholással csörtettek soha még nem fogyó falkában a pajus sírjához. Atyám remegve csapta be az ablakot, s minket anyámmal félájultan ágyunkhoz vonzolt. Reggelre nagy híre ment a faluban, hogy az éjjel, luca éjjelén egy boszorkány téptek szét kutyák alakjában az ördögök. Minthogy mi is erősítettük a tényállást, a magisztrátus nyomban bizottságá alakult, hogy a helyszínen konstatálják az esetet. Elkéreckedtem apámtól, hogy én is a nemes kupak tanácssal mehessek. Elől az öreg bíró őkelme ballagott, utána bukó istók uram poroszkált, nagy somfabottyával döfködve az anyaföldet. Ott volt Suska Mihály is, ki váltik bizonykodott, hogy boszorkányok nincsenek-e világon, hanem ez az egyetlen eset mégis kivétel lehet. A pajus sírjához értünk, és megtaláltuk a dulakodás nyomait. Olyan volt a pajus sírja, mint egy újdonat új, donatúj, hímes szűr szegény pajus egész életében egy ilyen szűrre vágyott. Csak hogy azok a virágok vérrel voltak pingálva a fehér havon. A végzetes hely tele ruhafoszlánnyal, egy darab kék gyolcs, ez a kendő, egy piros sejem darab, ez a viganó talán éppen az, melyért pajus a kontraktust kötötte az ördöggel. Imit amott egy-egy foszlány durvább házi vászomból, ez bizonyosan az ingvál. Öreg bíró uram csúrgóra vágta a fején a kalapot, és így szólt. Lestük is mindjárt a mondását. Már én csak ammondó vagyok, hogy ilyen dolog talán még Pesten sem esett az éjjel. Mégis mit szól hozzá kegyelmed? kérdik sürgetve a tanácsberiek. Szólni szólnék én mondja az öreg bíró csak egy nagyon nagy baj ne volna. Ugyan mi legyen az nemzetes bíró uram? Az itten a baj, hogy ez a hely, ahol állunk, s ahol ez a lucifernátus dolog esett, nagyon közel van a faluhoz, és nincs elég közel a határszélhez, mert ha ez a hely, ahol ez a lucifernátus dolog esett, közelebb volna a határszélhez, azt cselekednénk, hogy oda ajándékoznók a falu határát egész idáig a gózoniaknak, s akkor a gózoni bíró ő kegyelmének fájna a feje, s nem a miénk a fölött, hogy mi a cselekedni való. Így azonban nem adhatjuk oda a határt, mert nekünk semmi sem maradna. E mély bölcsességnek nagyot bólintott a boszorkány deputáció, s nyomban kiküldték a kisbírót főtisztelendő Kupcsik plébános úrért, hogy a helyet és a ruhafoszlányokat fölszentelni ne röstelkedjék, mégpedig iziben, mivel hogy addig keresztény ember oda sem közel nem léphet, sem amint a vizsgálat megkívánná a gyanús pokolbéli tárgyakat kezében nem veheti. Mialatt a főtisztelendő úr megjött a füstölővel s beszenteli a kívánt helyet és tárgyakat, az alatt oda gyűltek a felső vég összes öreg asszonyai, és azok csak hamar megállapították a tépet ingvál gallérián levő hímzésről, hogy a senki másé, mint, dicsértessék a Jézus Krisztus, a galandáné asszonyomé. Meg kell égetni! Nyársra kell húzni a megátalkodott vén boszorkányt kiálták mindenfelől, csupán én ráztam a fejemet, ki színről színre láttam, mintha e percben is szemem előtt volna, hogy az egy gyönyörű fiatal leány volt, akit a múlt éjjel a kutyák szétszaggattak. Nem ég az meg a tüzön sem, hallatszottak a palóc asszonyok feleselgetései. Majd meglássuk, hé, mondja az öreg bíró uram. Ha Szegeden megbírták őket égetni, hát én is csak bírom. Vagy bicsoda? s ütve, nagy kevésséggel indult meg a menet élén, egyenesen a galandáné szúrtos viskója felé. Egész sereggé szaporodtunk odaérve. A kerítésnél a két kisbíró, amint azt az illedelem kívánja, hatalmas ütlegekkel szétkergeté vala a csőcseléket, csupán én s a hivatalbeli személyek lettünk beeresztve. Legelől mindenütt kupcsik tisztelendő úr ment a füstölővel. A konyhába léptünk. Ott a tűzhelyen hatalmas fazekakban mindenféle koktumok rotyogtak, pokolbeli bűzt árasztva. Befogott orral lassan lábújhegyen léptünk a szobajtóhoz. ajtóhoz. Főtisztelendő uram meghúzta az ajtómadzagot, s a nyíláson át beereszté előbb a szent füstöt, s csak azután bátorkodtunk be. Ott feküdt tarka ágyán lihegve, nyöszörögve a vén banya. Fején jégborogatás volt, utálatos ráncai nem árultak el semmit, még kíváncsiságot sem, s az állán öt darab hosszú őször meredezett, még ijesztőbb külsőt kölcsönözve e varanytnak. – Hogy van kegyelmed, édes néném asszony? – kérdi az öreg bíró tiszteletteljes gyöngétséggel, mert bizony senki sem evett bolondgombát, hogy egy vén boszorkányt magára haragítson. Bizony rosszul vagyok, édes fiam. Tele vagyok sebbel, harapással. Nézzétek a testemet! És ezzel feltakarta a dunyha csücskét, látni hagyva mellén a sebet, s aszott lábain az ep harapások nyomait. Kidudorodó csontok kék mezőben, mint valami heraldikus mondaná. Hé, hey, 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 röhögött föl fogainak hajdani lakóhelyét mutatva. Egy kis dolgom volt az éjjel. S vöröses szemeivel nagyokat sandított a tanácsbeliek felé, úgy, hogy azoknak összevacogtak a fogaik. Már bizonyos, ő a boszorkány, súgál felén bugó istóram. Nem ő, dehogy ő, feleltem halkan vissza. Amellett maradok, hogy a boszorkány egy szép lány volt, színről színre láttam. Csontos, bepójázott kezét galandáné kihúzta a dunyha alól, s megfenyegetett vele. Ej, ej! Hát azt hiszi, hogy a vén galandáni nem tud szép lenni, ha akarja? Ej, ej, vigyázzon, hogy valahogy a vén galandánéval ne találkozzék, mikor a legszebb női arcot látja maga előtt. Öregbíró uram megdöfte törvénybíró uramat, törvénybíró uram megdöfte a kisbíró uramat, kisbíró uram pedig megdöfte tisztelendő uramat, s szép rendben, szó nélkül, csöndesen kisompolyogtunk a szobából.